Sziasztok! Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba! Ma elhozom nektek a Kipper kártyáimat. Nézzünk bele, mi a szándék a te veled. Jaj, lassan most már haladunk, lassan haladunk, elhagyjuk ezt az évet hamarosan. Nézd, a szándéka az, hogy találkozom veled, úton van te feléd. Valami beteges volt már 3 hónapja, de most lehet szilveszter előtt, hogy találkozni akar veled. Ez a drága jó ember. Én úgy látom itten, hogy vágyik te rád, itten szerencse kell neki a szerelemben, mert ő ezen töri a fejét, és nem is tudja, valami hamisan alakult itten. Hát olyan bezárva érezte magát az otthonában. Most kirakjuk persze a kártyát. Tudjátok, hogy ez hogy működik. Most kirakunk 4x8-at, hogy legyen egy címünk, és akkor belenézünk még a kártyákba, hogy mit is üzennek neked. Mit is üzennek neked a kártyák? Nézzük csak meg. Itt vagytok, közösen vagytok. Én azt látom. Itt vagytok, közösen vagytok. Hát jó, félre raktam ki a kártyákat, de 4x8-at, az 32, és lesz még egy címünk is. Sokan így rakják ki a 8-as kártyákat. Na, nézzük. Na, 4 kártya, itt a cím. Ha, ez az ember ki van készülve. Látod, valami tévesen maradt, ment, és tudja, hogy te jó lelkű ember vagy, és nyilvánosan akar veled valamit pozitív irányba létrehozni, hogy valami jó irányba alakuljon közöttetek. Hát én azt látom itt valójában, azt látom, hogy te tényleg a nyilvános irányba nézel, és váratlanul várod azt, hogy legyen ebből egy komoly kapcsolat, ebből a szerető viszonyból. Ő viszont neked hátat fordított, és én úgy látom, hogy ő a halálba néz bele, és szeretne egy változást. Szóval most az nem halálba néz bele, hanem változást akarna, ami nagyon nagy transformációt. Hát most azon megy át, most ezt az évet, a háta meget hagyja, stb. Szóval, ő arról gondolkodik, a megérkezésről, az otthonáról, lehet, hogy házról is gondolkodik, ami távolabb lakik tőled. Szeretne valamit megbeszélni, egy új kezdetet, lehet valamit renoválni, valamit változtatni. Itt van egy jó szerencse a szerelemben, szóval arra vágyik egy levélre, hogy egy pozitív irányba alakuljon ez minden, úgy gondolom, hogy jó legyen minden, arra vágyik ez az ember. Hát mire vágysz te? Hát te meg arra vágysz, hogy valamit már beinduljon, ami tévesen ment, mert valami tévesen alakult. Lehet, hogy vannak neked is pénzvesztességek, valami lopás, csalás, elvesz, befektetés, hiány, szomorkás vagy itten, vagy a kocsit tönkre ment. Ilyen dolgok vannak. Téged ez foglalkoztat most per pillanat. Lehet arról is szól, hogy egy jó lelkű,
egyéniség vagy, és várod ezt a kellemes levelet, és nagyon szeretnéd, hogy a munkában is egy lendület legyen, és hogy egy ajándékot kapjál itten, hogy ez jó irányba alakuljon itt közöttetek. Erre vágysz már most, így lassan-lassan az év vége felé, és én úgy látom, hogy ez nagyon jó fog lenni szerintem. És hát mit látok itten valójában? Hát én azt látom itten valójában, hogy lesz egy találka, egy megbeszélés, amire már nagyon vágytál, már 3 hónapja ez járt a fejedben, ez beteges volt, tényleg itt volt az otthonodban, és én úgy látom, hogy bezárva érezted magadat, de nézd csak, itt a nagy szerencse, pozitív változás, itt van tényleg ez a vágyalom, és én azt látom, ez a jó szívű ember. Szóval, hogy lesznek itten változások, az a szándéka te veled, ő valamit változtatni akar, sőt, még lehet, hogy költözni is. A házzal kapcsolatban nézd, lehet, hogy eladja az ő házát, ami távolabb van, és vesz te veled egy újat, az is lehet. De te is szeretnél itten most már komolyabban valamit csinálni. Lehet, hogy ilyen sztorik mennek itt. Na nézzük, ez a szándéka. Mit is érez ez a drágaság? Azt mondja, hogy jobban vagy te szeretve, mint ahogy gondoltad. Szerintem higgyél abban, hogy én téged szerettek. Most is te rád gondolok titokba, meg az ölelés itt van közöttetek. Hát no most, ez nagyon durva. Én mit látok, hogy valójában az idő fogja ezt majd megmutatni, és hogy higgyél ebben, hogy valamit változtatni, szerintem valamit változtatni, úgy fogsz, hogy be kell valamit tényleg, hogy elsőbb el kell, hogy fogadd azt a helyzetet, ami most per pillanat így megvan közöttetek is. Ez egy nagyon pozitív változás, és akkor lesznek itten nagyon, nagyon jó dolgok, és én örülök neked. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, gyertek holnap is, holnap szintén portálnap lesz, és szilveszter! Köszönöm, hogy velem vagytok, puszi nektek, egyéni kirakás, sőt, még ha akarod látni, mi vár rád jövőre, vagy a jövő hónapokban, akkor jelentkezz, puszi nektek, sziasztok!